A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez a Köztér Extra itt a Fehérvár Televízióban. Stúdiónk vendége Unger Péter, az LMP társelnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek szeretném elmondani, hogy a beszélgetést felvételről láthatják, hiszen november 18-án rögzítettük itt a stúdióban. Társelnök úr nemrégiben Székesfehérváron járt a zöld konzultáció kapcsán, akkor találkoztunk. Mi a tapasztalat, mennyire érdeklődnek az emberek a zöld konzultáció iránt? Szerintem a magyar emberek többsége látja, hogy a fosszilis energiára épülő világrendnek éppen most van vége. Ez nem egy új dolog. Ha végignézünk az emberiség történelmén, folyamatosan változtattuk azt, hogy milyen anyagokkal, meg milyen energiahordozókkal rendezzük be a világunkat, és egyszerűen a fosszilis energiának három nagy problémája van Magyarország számára. Az egyik az, hogy klímaváltozást csinál, és azzal, hogy generálja klímaváltozást, azzal szép lassan a bolygót az emberi civilizációra alkalmatlanná teszi, ez a legnagyobb probléma. A második probléma az, hogy nincs nekünk, magyaroknak kontrollunk a fölött, hogy milyen árazás és milyen előfordulása van ennek a fosszilis energiának, tehát egy nemzeti kitettséget is jelent, és a harmadik pedig egy nagyon egyszerű probléma, hogy rendkívül drága lett. És ezek miatt át kell állni más energetikai megoldásokra, és az alternatív energia jelenti ezt a jövőt. Mondjuk egy energiaválságból adódó világválság idején életszerű a zöld energiákról beszélni? Nincs is más lehetőségünk. Kezdjük a legegyszerűbben, ami szintén szerepel a zöld konzultációban, mint a zöldkonzultáció.hu oldalon tudnak kitölteni, hogy mondjuk a Fehérváron is sok társaság van. Tehát a szigetelés például a legegyértelműbb dolog, és ezt szerintem mindenki, nem is nagyon hallottam ellenérvet, és mindenki tudja, hogy ez egy fontos dolog. Tehát az az energia legjobb, amit nem használunk el. Ha jól le van szigetelve egy lakóépület, ezt akik már csináltak ilyet, azok tudják, akár 20%-os rezsimegtakarítást is jelenthet az, hogy egyszerűen jobban szigeteljük a lakóépületeinket, és ez az egyik kérdés például, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog lenne most. Említette, hogy ez az egyik kérdés, azt azért mondjuk el, hogy három témakör mentén szerveződik ez az öt kérdés. Miért éppen ez a három témakör, és pontosan akkor már említsük is őket. Hát ugye az egyik, akkor végigmondom az öt kérdést, az egyik, amit már imént említettem, ez a szigetelési kérdés, hogy a lakóépületeket szigeteljük. A második az a napenergiának az adóztatásának a megváltoztatása, szerintünk nem kell adóztatni most a napenergiát, hanem pont, hogy támogatni kell, hogy a magyar háztartások lehető legnagyobb része át tudjon állni, vagy tudjon akár a társasházak tetejére, hogyha ismét itt vagyunk, napelemet tenni. Nem mondjuk, hogy ez megold minden problémát, de valamennyire segít. A harmadik az a szélenergia. Jelenleg magyar kormány tiltja a szélenergia használatát, és egy épeszű magyarázatot nem tudtak adni, hogy ez miért van. A szélenergia az ELTE gazdaságföldrajzi tanszéke szerint körülbelül 10-20%-ot tudna adni a magyar energia mixbe, ez se old meg minden, de fontos lépés. A negyedik az a klímabérlet nevű kezdeményezésünk, ami azt jelenti, hogy mondjuk hogy 5000 forintért az országba bárhol el lehessen utazni, tehát egy egységes bérletrendszer, amiben benne van a vasúti közlekedés is, meg a busz közlekedés is, hogy egy példát mondjak, ha valakinek mondjuk Székesfehérvárról Budapestre jár udvarolni, akkor ott fogja, és ebbe a bérletbe beletartozik a székesfehérvári helyi közlekedés, a vonat, amivel elmegy Budapestre, és majd Budapesten is a helyi közlekedés, tehát egyszerre kell fizetni, és az ötödik kérdés pedig a Paks 2 bővítés, amit mi ellenzünk, tudjuk, hogy ez egy megosztó dolog most Magyarországon, de kíváncsiak vagyunk az emberek véleményére. Miért ellenzi az LMP? Mi ellenezzük az atomenergia ilyen célú használatát, tehát van egy elvi álláspontunk, de emellett, az elvi álláspont mellett azért szerintem hát ki lehet jelenteni azt, hogy jelenleg a nemzetközi klíma nem kedvez a Paks 2 bővítésének. Ugye említette azt, hogy online is ki lehet tölteni ezeket a kérdőíveket. Nyilván van egy országjáró kampány is, amit elindított a zöld konzultáció kapcsán az LMP. Itt offline módon tudják ugye személyesen kitölteni. Mi a tapasztalata? Sokan elmennek ezekre a pontokra? Vannak-e szimpatizánsok? Egyáltalán mit tud lemérni ebből, mint a társelnök? Én ma is Veszprémbe megyek innen, és folytatjuk ugyanúgy ezt a
zöld konzultációs országjárást. Én nekem az a tapasztalatom, hogy azok is, akik kormánypárti választók, például hozzám oda szoktak jönni, és el szokták mondani, hogy mivel van problémáik, mivel nem értenek egyet. És szerintem ez nagyon fontos dolog a magyar politikában, hogy a politikusok elérhetőek legyenek, oda lehessen jönni akár hozzám is, vagy bármelyik más LMP-s képviselőtársamhoz, és el lehessen mondani, hogy én ezzel egyetértek, ezzel meg nem értek egyet, és egy polgári civilizált párbeszéd folyik, és ez szerintem egy csodálatos dolog. Említett, hogy önhöz oda mennek, mondjuk nemrégiben napvilágot látott egy felmérés is, ahol a vezető tisztséget betöltő ellenzéki politikusok közül ön lett a legnépszerűbb, mindenkit megelőzve, az LMP pedig a legtöbb felmérés szerint 2%-on áll. Ez hogyan összeegyeztethető, mit lehet ebből levonni? Szerintem, és nagyon megtisztelő, hogy akár egy ilyen kérdőívben engem bizalommal jellemeztek, vagy pozitívan jellemeztek a választópolgárok, ennek szerintem az az oka, hogy én törekszem arra, hogy ne mélyítsem a magyar megosztottságot, hanem csökkentsem azt. Én egy olyan családból jövök, ahol a politika nem jelentette azt a politikai véleménykülönbségek, hogy emberek amúgy nem tudnak egymás iránt szeretettel viszonyulni, és az érvelő vita szerintem a politika alapja, és én nem gondolom azt, hogy a kormánypárti szimpatizánsokat például bármilyen módon becsmérelni kell azért, mert eltérő politikai szimpátiájuk van, de ugyanakkor ezt el is várom a fordított irányba, hogy ők meg az ellenzéki honfitársainkat ne becsméreljék, és mindenki legyen egymással békességgel. Az LMP-ről meg azt tudom mondani, hogy valójában nem volt, az előző ciklus furcsa volt, mert bele mentünk az összefogásba, hogy ez egy jó döntés vagy nem, ebben szerintem majd a jövő ezt ki fogja kristályosítani, és ezért nem volt lehetőségünk önállóan megmutatni, hogy mire vagyunk képesek, és most meg megvan ez a lehetőség, hogy az LMP megmutassa magát, és én azt látom, hogy pozitívan viszonyulnak a választópolgárokhoz. El is jutottunk az összefogáshoz, amit említett. Hogy értékeli az összefogást? Sikeres volt, nem volt sikeres? Szerintem én azt gondolom erről, hogy szerintem lehet koalíciókat, választási szövetségeket létrehozni. Szerintem az a kompromisszumon alapszik, és a kompromisszum a politikában inkább egy pozitív dolog, mint negatív dolog. Orbán Viktor is kormányzott koalíciós kormányban, tehát ez előfordul. De ahhoz, hogy koalíciót lehessen kötni, vagy szövetséget, ahhoz mindenkinek önmagát tudnia kell definiálni, tudnia kell, hogy milyen világnézet szerint szervezik a pártjukat, és hogyha ez megvan, akkor utána lehet különböző kompromisszumokat kötni, hogy te engedsz ebbe, én meg abba, és akkor van egy kompromisszum. De itt nem ez történt, hanem részben a ellenzéki pártok egy jelentős része nem tudja magát definiálni, nem tudja, milyen világnézet alapján szerveződnek, és ezért a nagy közös egésznek sem volt egy világnézeti definíciója. Úgyhogy ebből a szempontból az összefogás sikertelen volt, és hát a leginkább abból a szempontból volt sikertelen, hogy ilyen rossz választási eredményt még nem értünk el. Akkor ez talán azt is jelenteti, hogy ellenzéket kell váltani, vagy ezt az ellenzéket le kell váltani? Ugye a Lehet más a politika korábban valahol ezt üzente, amikor megalakult. Szerintem itt nem feltétlenül csak az van, hogy ellenzéket kell váltani. Mondok egy, nem akarok annyit a helyi politikára beszélni, nem vagyok székesfehérvári, de tudok helyi példát is mondani. Tehát nem tudom, hanyadik választás az, ahol az a székesfehérvári ellenzéknek a gondolata, hogy majd a Martó Roland például győzni fog. Nagyon sokszor nem győzött már, tehát való fölmerülhet, hogy mondjuk a következő alkalommal ne ő legyen az, aki újra megpróbálkozik, és részben az is fölmerül ilyenkor, hogy el kell-e bújtatni ezeket a világnézeti különbségeket a választópolgárok szem elől? Szerintem nem, most nem ez az idő van, hanem mindenkinek nagyon radikálisan el kell mondani, hogy ő önmaga micsoda, és miben térnek el akár a helyi politikában, akár az országos politikában. Ha már az összefogásnál tartunk, akkor az mindenképpen egy fontos momentuma volt ennek a kampánynak, vagy leginkább a kampány utáni időszaknak. Márki Zaj Péter egy podcastban beszélt arról, hogy a kampányhoz kaptak közel 2 milliárd forint támogatást Amerikából, és hát ugye utána azért csak mindenki lenyilatkozta, hogy erről nem tudtak. Valóban nem tudtak róla? Valóban. Semmit nem tapasztaltak ezekből a pénzekből? Nem látszott a kampányon, hogy mennyit tudtak tölteni mondjuk korábban, mennyit tudtak most? Hát én erre meg tudom ismételni a korábban megfogalmazott állításomat, hogy ha ez a kampányban elköltésre került, akkor ez a világ leghatékonytalanabbul elköltött pénze volt, mert nem pontosan értem, hogy mire költhették. Tehát nem értem. Nem látszódott. Azért én vettem részt kampány vezetésében, amikor az LMP önállóan indult 14-18-ben. Hát látjuk, hogy milyen pénzek mozognak egy kampányban. Ezek nagy pénzek, de azért látjuk, hát ez egy szemmel látható összeg azért.
Most ennek, vagy ettől függetlenül adtak be külön a pártok is pénzt. Persze, az LMP meg is jelent a közlönybe, hogy az LMP. Hát ugye mi egy közpénzből gazdálkodó szervezet vagyunk, a közlönybe megjelent, hogy 55 milliót adtunk a központi kampányra, ez, és ugyanúgy adott a többi párt is, tudomásom szerint, tehát mi azt gondoltuk, hogy részben abból, részben meg ugye az állami támogatásból, ami jár mindenkinek, hogy kampányoljon, abból finanszírozták ezt a kampányt. Meg volt szó a hazai támogatókról, meg volt szó. Hazai támogatókról volt szó, így nem, nem külföldi támogatókról. Na most, hogyha ezek amerikai magyarok, amerikás magyarok, akkor nem igazán értjük, hogy miért nem adtak be simán, mint magyar állampolgár, magánszemély, mindegy, hogy nincs magyar lakcímkártya, ez ebben a szempontból nem számít, a közlönyön keresztül a pártörvénynek megfelelően pénzt, nincs felső határa törvénybe, bármennyit adhattak volna. Azóta egyébként korábban már kérdeztem ezt, hogy beszélte azóta erről Márki-Zay Péterről, de hát eltelt egy kis idő, tehát hogy még mindig nem esett erről szó, nem voltak egyeztetések, semmi ilyesmi. Én Márki-Zay Péterrel elmentem beszélni a választások után Hódmezővásárhelyre, hogy ilyen férfiasabban, pacekban elmondjam, hogy milyen problémáim voltak, meg vannak vele. Ott volt egy beszélgetés, kulturált hangnem, mert amúgy emberileg nincs vele problémám, tehát volt egy kulturált hangnemű beszélgetés, azóta nem beszéltünk, azóta kiadott egy közleményt, hogy én állellenzéki vagyok. A Márki-Zay Péternek van egy olyan fajta gondolatvilága, hogy aki ő vele nem ért egyet, az nem vitában áll Márki-Zay Péterrel, hanem az egy morálisan megsemmisítendő rossz ember. Véleményem szerint ez a fajta fekete-fehér logika, ez nem szolgálja a közügyeket. Akkor ő nem tartja állellenzékinek magát. Nem tudom, mit jelent ez a szó. Hogyha a Márki-Zay Péteren és az egész történeten túllépünk, azért milyen következtetéseket lehet levonni még ebből a kampányból, hogy említette, sikertelen kampányból? Nagyon sok következtetés szerintem le lehet vonni, szerintem kettőt emelnék ki. Az egyik az, hogy ezek az ilyen, tehát a politikában őszintének kell lenni. Ezt nem naivitásból mondom, mert szerintem a választópolgárok látják, ha valaki nem önazonos és nem tud azonosulni a mondani valójával. De most Orbán Viktor ellen úgy indulni, hogy mi amúgy jobboldalibbak, meg keresztény konzervatívabbak vagyunk, mint ő, meg amúgy mi még egyszer meghalom a magyar politikában az európai értelmevet konzervatív nevű teljesen értelmezhetetlen szóösszetételt, ami egy ilyen magyar nyelvi szörny szülött, akkor szerintem, nem tudom, felgyújtom magam, tehát semmi értelme nincs ennek a szónak, meg ennek a jobboldalizmusnak, amit az ellenzéki politikai megfejtők csináltak. Ez az egyik. A másik pedig, hogy nem lehet, ugyanakkor az se egy válasz, hogy mindenben mindig Orbán Viktor ellentétjét állítjuk. Mert ha mindig mindenben az ellentétjét állítjuk annak, amit Orbán Viktor mond, akkor mindig Orbán Viktor határozza meg, hogy mit mondunk, és akkor meg nem vagyunk önálló gondolkodó lények. Ez volt ugye az egyik fő tanulság. Lehet-e egyedév markánsabb hangot megfogalmazni, gondolok itt arra, hogy mindegyik pártra, vagy meghatározni önmagukat, amit említett ön is, például az LMP, hogy határozza meg önmagát? Szerintem a mi önmeghatározásunk talán az ellenzéki oldalon a legtisztább. Mi vagyunk Magyarország zöld pártja. Ez egy gondolatvilág, meg ez jelent valamit. Ez azt is jelenti, hogy mi a természet és az embernek az egységében gondolkodunk, és ennek vannak következményei nem csak a klasszikus értelemben természetvédelemben, bár értelemszerűen azt egy prioritásként kezeljük, de ennek vannak szociálpolitikai, családpolitikai, külpolitikai következményei is, és mi ebben képzeljük el magunkat. Ha végigmegyünk a többi párton, most én nem akarom őket nagyon minősíteni, de mondjuk csak kettő példát vennék, a Momentumot meg a Jobbikot, hát nem lehet tudni, hogy ez mi. Tehát mi nem tudják elmondani egy bővített mondatban, hogy annak az a két párt milyen világnézet alapján szerveződik. Mit hozhat a jövő az ellenzék számára? Mit hozhat a jövő az LMP számára? Lesz-e még összefogás? Ugye azért 2024 az itt van, lesz egy Európa parlamenti választás, aztán utána pedig egy önkormányzati választás. Nyilván erre már most készülnek. Szerintem az önkormányzati választáson nem lesz egy recept. Én a LMP helyi szervezetével értelemszerűen tartom a kapcsolatot, és úgy tudom, hogy mi itt helyben, Székesfehérváron arra készülünk, hogy önállóan induljunk. Emellett értelemszerűen lesznek olyan helyek, ahol nem fogunk önállóan indulni, például Szombathelyet tudom mondani, de lehet más helyeket is mondani. Tehát ott szerintem települése válogatja.
Európa parlamenti választáson meg azt gondolom, hogy kell a zöld mozgalomnak és a zöldeknek egy listája legyen, ahol látszik a zöld alternatíva. És én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog az Európa parlamenti választáson, hogy ne kezdődjön el ez az Európa imádat verseny, ami a Európa parlamenti választásokon el szokott kezdődni. Ugye az Orbán kormány csinál ilyenkor egy euroszkeptikus kampányt, és akkor az összes ellenzéki szereplő meg elkezdi egymást túlversenyezni abba, hogy az Európai Bizottság minden idők legjobb szervezete, akinek eddig csak igaza volt. Szerintem ez egy helytelen válasz erre. Szerintem őszintén kell beszélni, és komolyan kell venni a választópolgárokat. Az Európai Unió egy jó dolog, egy fontos dolog, tagjai kell, hogy maradjunk, attól még az Európai Unió vezetése X meg Y dologban hibázott. Egyedi leszeptek lesznek, egy ilyen hasonló hatos fogatot, mint ami most volt, vagy akár egy Márki-Zay Péterrel való együttműködést, ezt el tud képzelni az LMP? Szerintem a hatos fogat ebben a formában nem lesz többet, és én nem látom, hogy az LMP Márki-Zay Péterrel bármiben együtt fog működni. Talán az elképzelhető, hogy Hódmezővásárhelyi polgármesternek, ha újraindul, tudjuk támogatni, de ennél többet nem látok. Ez a kampány. Jelenleg nagyon sok demonstráció, tiltakozás és egyéb ilyen program mentén szerveződött dolog zajlik az országban, ahol azt lehet látni, hogy mondjuk az ellenzéki politikusok ennek az élére állnak. Ön nem szokott ott lenni az első sorban. Ez gondolom szándékos. Igen. Véleményem szerint nem tesz jót a pedagógusok ügyének az, hogyha ettől még bármelyik ellenzék, nem azt mondom, hogy probléma elmenni. És ez nekem egy nagyon nagy, nagyon sok ambivalenciám van ezzel kapcsolatban, mert fontos, hogy ki kell mellett állni, de nem vagyok benne biztos, hogy attól, hogy én oda megyek szelfizni, a segíte az ügynek, ez az egyik. A másik, hogy meg vannak párt által szervezett tüntetések. Volt az erdővédelemért szervezett tüntetésünk, nagy sikerű tüntetésünk, ami utána a rendelet módosítását is jelentette, ami a Kossuth téren volt, az LMP szervezte, ahol LMP-s politikusok beszéltek, ez egy tiszta helyzet. Most hétfőn lesz egy demonstrációnk, valószínűleg nem lesz olyan nagy, mint a... És ugye ez hétfőn kerül adásba. Igen, arról majd még fogunk beszélgetni is. Igen, tehát a szociális törvény módosítása ellen. Így van. Az is az LMP által szervezett, ahol LMP-s politikusok, meg még egy képviselőtársunk fog beszélni. Tehát az is egy tiszta helyzet. Én nem szeretem, amikor ezek nem tisztázottak. És mondjuk az oktatás, a tanárok mellett kiállás kérdése az általában így szokott alakulni, illetve az, hogy gyerekeket bevonnak ezekbe az akciókba, ön egyetért ezzel? Hát én most nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni a korábbi, én a Toldi Ferenc gimnáziumba jártam, ami egy értelmileg, világnézetileg semleges, de jobboldali gyökerekkel rendelkező, mégiscsak Antall Józsefhez köthető gimnázium. Amikor például a Gyurcsány kormány ellenes megmozdulások voltak, akkor nem volt az iskolai vezetés ellenére, hogy többen diákok részt vettünk azokon. Ezt most pro-kontra értettem. Igen. Csak azt akarom mondani, hogy azért nem szerintem ebben van egy kis ilyen álnaívság. Más dolog, hogyha valaki 12 vagy 16-17 éves. Hogyha valakitől 18 éves korában elvárjuk, hogy informált döntést hozzon a közügyeinkről, mint választópolgár, akkor az 16-17 évesen azért el mehet tüntetni szerintem. Különben is ki mikor tüntessen az ember, ha nem akkor, amikor fiatal? Szociális törvény módosítása elleni hétfői, azaz a ma adásba kerülő beszélgetésünkkel szinte egy időben zajló tüntetés. Mi volt a céljuk, mire szeretnék felhívni a figyelmet, egyáltalán milyen problémáik van a módosítással? Itt az történik, hogy tulajdonképpen ez a törvénymódosítás az államot, mint a szociális ellátórendszer biztosításáért felelős szervezet a legutolsó sorra rakja. És ennek már láthatóak a következményei, hiszen egy másik törvényben látjuk azt, hogy a szociális szektorra átrakják tulajdonképpen az egészségügyi úgynevezett elfekvő osztályokat, ez is kapcsolódik ez. Tehát a szociális szektornak, most vegyünk minden ideológiát vegyünk ki egy pillanatra. A jelenlegi demográfia, nagyon sokat beszél a kormány a demográfiáról, de mindig csak lefelé beszél. Nagyon helyes, szülessen minél több gyerek. Ez egy nagyon jó dolog. De közben öregedik el a magyar társadalom. Egyre több idős van az aktív korosztályhoz képest, szerencsére egyre tovább élnek az emberek, ebből az következik, hogy egyre tovább szorulnak valamilyen gondoskodásra. Ezt a családok nem tudják állami segítség nélkül ellátni fizikailag. Mert azok a több generációs családok, amik régen voltak, amikor amúgy sokkal kevesebb idős volt és sokkal kevesebb ideig éltek az emberek, már nem úgy élnek az emberek. Tehát ha valaki székesfehérvári,
születésű, és itt élnek a szülei, de ő Győrbe házasodott, akkor nem fogja tudni a demenciával élő idős anyját gondozni, hogyha közben a saját gyerekeit kell nevelni, meg neki dolgozni kell, mert Magyarországon minden család kettő fizetésből tudja föltartani magát, ha fönn tudja. Tehát azt mondani, hogy például az idős gondozás, most ezt a példát vettem, a felelősség az egyéni, meg a PTK-ban részletezett közeli hozzátartozójai, ez a magyar valósággal ellentétes. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, köztérrel természetesen csütörtökön várjuk majd Önöket itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.